A Dunafer szakgimnázium és szakközépiskola igazgatói feladatainak ellátására pályázatot írtak ki, amely érvényes és eredményes lett. A minisztérium jóváhagyásával a centrum főigazgatója az oktatási intézmény vezetésével Barát Károly Artúrt bízta meg 5 éves időtartamra. Ennek apropóján látogattunk el az igazgatóhoz. Számára nem új a feladat, hiszen eddig oktatási igazgató helyettesként megbízással látta el a vezetői posztot, és több mint 10 éve tanítja a fiatalokat. Igazából nem én választom a tanítás választott engem. Amikor 2003-ban tanítási gyakorlatunk volt az egyik dunaújvárosi középiskolába, ott mondta a gyakorlatvezető, hogy nagyon jól megy a tanítás is, meg a gyerekekkel való foglalkozás, azért ezzel lehet, hogy érdemes lenne foglalkozni, bár tudja jól, hogy ez nem történhet meg, mert az informatikus szakmával nem szoktak tanítani az emberek. Akkor ennek olyan nagy jelentőségét nem tulajdonítottunk, de később kiderült, hogy volt neki, mert végül is a tanítás lett az a foglalkozás és pénzkereseti lehetőség az életben, ami mindvégig elkísért engem. Emellett voltak kisebb-nagyobb munkák, hosszabb, rövidebb távon, de tanítás mindig volt valamilyen formában, vagy középiskolában, vagy felsőoktatásban, a kettő együtt, de az mindig megmaradt. Tehát gyakorlatilag engem behúzott az oktatás. Miért pont a Dunafer iskola? Ide értünk. Tehát gyakorlatilag én a tanítást óraadónként kezdtem valamelyik középiskolába a városba, utána pedig elszegődtem az akkori Dunaújvárosi Főiskolára tanítani. Az egy nagyon szép és nagyon jó időszak volt, de közben megmaradtam óraadónként valamelyik középiskolában is folyamatosan. Amikor vége lett az akkor már egyetemi megbízástak, akkor teljes állásban középiskolai tanár lettem először a kereskedelmi iskolában, utána pedig átkerültem a Dunaferbe, mint informatika tanár 2016-ban. És akkor utána mentünk tovább az iskolán belül. A Dunafer iskola alapvetően számomra egy nagyon testhez álló iskola, mert műszaki iskola, én mérnök vagyok, fiúk vannak, műszaki tantárgyakat tanítunk, tehát nekem azért nagyon testhez álló volt már annak idején, és nagyon szimpatikus volt. 2018-tól megbízást kapott oktatási igazgató helyettesként a vezetői feladatok ellátására. Ez úgymond egy tanulási, felkészülési próbaidőszak volt, hiszen az itt szerzett, látott tapasztalatok alapján építhető tovább a stratégia. Én ezután az egy év után volt egy olyan gondolatom, hogy minden igazgatónak, aki először igazgató, kell adni egy év próbaidő tanulási időszakot, mert tényleg nagyon sok mindent meg kell tanulni, nagyon sok mindent föl kell venni, és át kell látni azt, hogy iskola normálisan és rendesen tudjon működni. A tapasztalataim vegyesek voltak, de összességében pozitívak. Tehát az iskola értékeit megtanultam, megismertem, azt is láttam, hogy hogyan működik az iskola, hogyan, miként, és kezdett rálátás lenni arra is, hogy hol kéne esetleg egy kicsit belenyúlni azért, hogy még jobb lehessen. Tehát gyakorlatilag egy helyzetfelismerés történt ez alatt az egy év alatt, elkezdtünk egy folyamatot, ami szerintem pozitív irányú, ezt igazolják a felvételi létszámaink is, de tovább kell folytatni ezt a tevékenységet, és tényleg tovább kell venni abba az irányba, hogy minél jobb tanítást, helyet tudjunk a gyerekeknek adni, hogy szeressenek hozzánk jönni. Most kinevezték ugye 5 éves időtartamra. Milyen célokat kíván itt most véghez vinni? Az első és legfontosabb cél, hogy a gyerekek jól érezzék magát az iskolába. Tehát ne nyűg legyen bejönni az iskolába, hanem tényleg szeressenek itt lenni, akarjanak idejönni, mert akkor az eredményt is sokkal könnyebb elérni velük, hogy a tanulmányi eredményük olyan szintű legyen, amire tényleg azt mondják, hogy na ez rendben van, ez jól sikerült. Ez egy nagyon fontos feladat. Meg tudjuk oldani, meg is oldjuk majd. Nem is állunk rosszul ebben a kérdésben, mert tényleg a gyerekeink nagy része szeret itt lenni, csak ezt valahogy el kell tudnunk mondani a leendő 9-eseknek is, hogy jó itt lenni, gyertek bátran, nem kell félni a szakképzéstől, mert sajnálatos módon a szülőknek a tudatában még mindig egy ilyen mumus a szakképzés, tehát inkább egy lenézett dolog, mint hogy tudnák, hogy mennyire nagy életpályákat és mennyire nagy íveket tudnak ezek a gyerekek később befutni egy olyan végzettséggel, amit nálunk esetleg el tudnak sajátítani és meg tudnak szerezni. Ez egy nagyon fontos kérdés. A következő az, hogy az iskola törvényesen, eredményesen, szabályosan működjön, ezt is meg tudjuk oldani. Harmadrészt pedig fontos lenne szélesíteni a képzési palettánkat, amire szintén van egy tervünk és egy elképzelésünk, de azért ezt tudni kell, hogy ezek évek, mire ezek a dolgok átfutnak és engedélyezésre kerülnek. Milyen új képzésekre lenne szükség? Mi az, ami hiány szakma, amire kevésbé jelentkeznek a mai fiatalok? De azt szoktam mondani, hogy minden olyan szakma, amit emberkéz végez, hiány szakma jelen pillanatban Magyarországon. Tehát gyakorlatilag az iskolának van 3-4 technikus képzése, 7
esetleg 8 szakmunkás képzése, szakközépiskolai képzése, de gyakorlatilag mindegyikre ácsingóznak a munkáltatók, és azok, akik ezeket az ember, a gyerekeket foglalkoztatni szeretnék, mert annyira nincsen szakember Magyarországon ilyen pillanatban, hogy ha háromszor egy gyereket iskoláznék be, ők is eltűnnének. Az nagyon sokat elárul, egyrészt az iskolának a képzési szintjéről is, meg a munkaerőpiaci viszonyokról is, hogy a gyerekeink, végzős gyerekeinknek a 80%-ának állásajánlata van a végzés előtt. Tehát ők gyakorlatilag nem lébecolni mennek ki iskola után a világba, hanem dolgozni. Az a 20%, aki itt van az érettségére, vagy 25%, őket is megkeresik, hogy majd jöhetne, de ők mondják, hogy ők maradnának érettségizni, és ők mennek tovább. Vagy pedig technikus képzésen, és így az arány azért már változik. Tehát gyakorlatilag bármennyi gyereket föl tudna szívni, most kezdő pályakezdőt föl tudna szívni, most a munkaerőpiac annyira hiány van. Ez gyakorlatilag igaz az összes szakmánkra, amit képzünk és tanítunk. Mennyire partnerek, támogatóak ebben itt a térségben a helyi vállalkozók? Ugye? Szerencsésen mondhatom, hogy nagyon. Tehát gyakorlatilag ők is fölmérték, hogy munkaerő nélkül nem tudnak magukkal mit kezdeni. És belátták azt, hogy a munkaerőképzés iskolában van, oda kell eljönni, és ott tartunk, hogy a környező, de még a távoli munkáltatókkal is, cégekkel, gyárakkal, hogyha elmondjuk, hogy kik vagyunk, mit szeretnénk, hogyan szeretnénk, szinte kivétel nélkül támogatóan lépnek föl. Tehát tényleg fölmérték, hogy segítenek az iskolákat, segítik is az iskolákat, tényleg eljönnek, elmagyarázzák, megmutatják, elviszik a gyerekeket gyárlátogatásra. Van olyan cég, egy elég nagy országos szintű vállalkozás, szolgáltató cég, aki kerek perec leszervezett ide egy komplett gyárlátogatást, busz megállt az iskola előtt, gyerekek felszálltak, elmentek, kaptak enni, megnézték, visszajöttek, gyakorlatilag cakpak tokkal vonóval leszervezték az egész kirándulást. És úgy, hogy egyszer kellett kérnünk, hogy legyen lehetőség. Persze jövünk. Tehát tudják, hogy muszáj az iskolákat szeretni, és muszáj az iskolákat támogatni, mert szükségük van a munkavállalókra, az ifjú munkavállalókra. Melyik a legnépszerűbb szak, ami itt a Dunafer iskolában, amire mindig jelentkeznek? Vannak örök álló csillagaink, amikről gyakorlatilag bármennyi gyereket föl lehetne venni. Ez jellemzően a hegesztő szakma, aminek nekem személyes véleményem az, hogy jó szakma, de nehéz szakma. Tehát jó hegesztőnek lenni azért nagyon ügyesnek kell lenni, nagyon sokat kell gyakorolni és sokat kell tanulni. De most idén kellemes meglepetés lett, hogy a vízgát rendszer szerelő szakmánk is megtelt, tehát gyakorlatilag a várakozásoknál többen jelentkeztek erre a szakra, és ezt gyakorlatilag annak kezdjük el sejteni, vagy annak látjuk be, hogy egyrészt Paks 2 közeledik, és ott ez a szakma ez kincset ér majd, de az összes többi ezt hozzá kell tenni. Én másrészt pedig gyakorlatilag most ez az a terület, ahol már a szülők is észrevették, hogy itt érdemes a gyermeket orientálni, mert itt jó pénzeket és jó életpályát tud építeni. Ugye azt szokták mondani, hogy pályaválasztásnál még a diákok, meg ugye a szülők is bizonytalanok még, hogy merre menjen a gyerek. Az mennyire jellemző, vagy az megfigyelhető-e, hogy mikor 18 évesek lesznek, elvégzik akár mondjuk egy érettségit adó képzést, utána itt maradnak valami technikusi képzésre? Nagyon. Vagy újra kezdik ugye a második szakma tanulás? Nagyon, nagyon. Mert aki már 4 évet itt van nálunk, ugye az érettségének az ideje, az ugye elkezd belelátni a szakmának a világába, meg hogy hogyan, meg miként zajlik majd az élete az ő szemszögéből. És akkor belátja, hogy azzal a technikusi valami itt marad 1 év pluszra, egyrészt már kap egy szakmát, amivel alapvetően mindig el tud majd helyezkedni, mert jó szakmákat adunk. 2, ha tovább szeretne tanulni, és miért tanulna tovább, a felvételinél az a technikus végzettség 20-30 pontot jelent. Az nagyon sok. Tehát az tényleg egy olyan fegyver, amivel előnyt tud élvezni, akár egy gimnázium érettségével rendelkezővel kapcsolatban, vagy pedig egy technikusi végzettséget nem megszerzővel kapcsolatban. Harmadrészt nem szabad elfelejteni, hogy a továbbtanulásnál, ha valaki műszaki vonalon megy tovább, a műszaki szakközépiskolában szerzett ismeretekkel nagyon komoly előnnyel indul, mert tudja, mi az a mechanika, tudja, mi az a géprajz, és ez majdnem mindenhol van. Tehát gyakorlatilag itt maradnak a gyerekek, tehát a technikusaink egytől egyig itt maradnak, jönnek kívülről is technikusok, tehát akik valahol leérettségiztek és rájöttek, hogy gyakorlatilag most már nagyjából mit szeretnének csinálni, akkor ők bejönnek hozzánk egy technikusi képzésre, őket is nagyon szeretjük, és hát említett második szakma, a felnőttek is tisztában vannak vele, hogy igen, képezniük kell magukat, tovább kell tanulniuk, frissíteni kell a tudásaikat, amire most ez az ingyenes felnőtt képzés nagyon jó lehetőségeket ad. És már gyakorlatilag ott tartunk ezzel a második szakmával, hogy amikor a szakközépiskoláink gyerekeink befejezik a tanulmányaikat, megkapják a bizonyítványaikat, akkor
elég komoly létszámmal itt maradnak érettségi képzésre 2 évre. Na mi akkor őket fárazamosan beiratjuk esti második szakmára is, és így 5 év alatt szereznek 2 szakmát meg egy érettségit, ami nem egy rossz ajánlat szintén. Tehát dübörög a felnőtt képzés, hozzá kell tenni. Általában az ön tapasztalatai alapján milyen problémákkal szembesülnek, vagy milyen kérdések merülnek fel ilyenkor a szülőkben, a diákokban? A legnagyobb probléma véleményem szerint a szülők fejében a jövőbelátásnak a hiánya. Ezzel mi is szoktunk küzdeni, de meglepő módon egész jók vagyunk benne, mindjárt elmondom azt is, hogy miért. A szülők gyakorlatilag a legjobbat szeretnék a gyerekeiknek, de sok esetben információk hiányában nem tudják a legmegfelelőbb döntést meghozni. Én ezt azért merem így kimondani, mert tapasztaljuk, hogy jönnek gyerekek gimnáziumokból, másfél iskolákból, esetleg technikus képzésekről át hozzánk, amikor már 1 vagy esetleg 2 évet elvégeztek, hogy rájöttek, hogy nem megy, sok és nehéz, és akkor szeretnék itt megpróbálni a szakma megszerzését, amivel semmi baj nincsen, azt az egyet leszámítva, hogy ők 1 vagy 2 évet ezzel buktak. Holott, ha már időben fölmérték volna az érdeklődést, teljesítőképességet, lehetőségeket, hogy mire van lehetőség, akkor lehet, hogy sokkal jobban sikerült volna az iskolaválasztás. A másik probléma pedig az, hogy ahogy mondtam már korábban, a szakképzés egy kicsit le van nézve, és a szülők a szakképzést, nem sem a technikusi, sem a szakmai képzést nem látják olyan nagy lehetőségnek a gyermekeik számára, mint amekkora. Pedig gyönyörű pályákat tudnak a gyerekek felépíteni ezekkel a képzésekkel és ezekkel a tudással, ezekkel a tudásokkal. A nagy vállalkozóknak, akik tényleg milliárdok felett döntenek nap mint nap, nekik is nagyon sok esetben sima egyszerű szakmai végzettsége volt. Egyik örök példám Demján Sándor, aki egy boltvezetői végzettséggel kezdte el azt a tevékenységet, amit folytatott, és eddig legmeghatározóbb figurája lett végül is a magyar gazdasági életnek. Tehát ő is egy szakközépiskolába, szakmunkásképzőiskolába kezdte. Utána tovább tanult természetesen, de az a mi gyerekeink előtt is, akik idejönnek, lehetőségként ott van, tehát innen is nagyon szépen magasra fel lehet érni. További probléma az, hogy az iskolák, az általános iskolák nem mindig a teljes képet mutatják meg a szülőknek, nem az ő hibájuk, hozzá kell tenni, a rendszernek ez egy ilyen tehetetlensége, inkább úgy mondanám, de hiányzik az információ teljes mennyisége a szülők részéről, hogy jó döntést tudjanak hozni. Előfordul az is, hogy túl gondolják a gyerekeknek a képességeit a szülők, tisztán jó akaratból, jó szándékból, de nem látják be, a szülő sosem lett objektív a saját gyerekével kapcsolatban, nem látják be, hogy nem biztos, hogy sikerül. Tehát egy nagyon nehéz gimnáziumi képzésre egy gyereket, aki nem biztos, hogy erre alkalmas, nagyon veszélyes oda tenni. Sikertelenség van, kudarc van, elkeseredettség van, az nem teszi jót a gyereknek sohasem. Tehát mindig meg kell próbálni a helyére tenni a teljesítőképességet és az elvárásokat is a gyerekek szempontjából. Ezeket a szülőknek nagyon nehéz mérlegelni, és emiatt születnek néha olyan döntések, amik nem biztos, hogy teljesen jók a gyermek szempontjából. Utána ők általában irányba találnak, csak mondom, ez a 1-2 év veszteség azért érzékeny tud lenni. Mivel tudnak önök segíteni? Ugye ezen célokat szolgálják, ugye például a nyílt napok. Vannak nyílt napjaink, ahol részletesen bemutatjuk a szakmáinkat, a lehetőségeinket, ahova mindenki szeretettel várunk folyamatosan természetesen. Vannak a pályaválasztási napok, az általános iskolák szoktak szervezni pályaválasztási napokat, ahova szintén elmegyünk és szintén bemutatkozunk. Azzal az egy probléma van, hogy 4 órát kap egy iskola, egy Dunaferi iskolát 4 órában bemutatni nem lehet. Egy szakmai képzést nem lehet, tehát kevés hozzá az idő, de éppen emiatt van egy olyan programunk az iskolában, hogy bárki, aki kéri, és aki szól, hogy esetleg elmennénk és bemutatnánk az iskolát, elmegyünk, oda megyünk, elmondjuk, abban az időkeretben, amit ő szeretne, ami nekik belefér, 1 óra, másfél óra, fél óra, de tényleg megpróbálunk egy teljes képet adni arról, hogy mit csinálunk, hova tudjuk a gyerekeket fölnevelni, mit tudunk nekik adni. A Dunaújvárosi Szakképzési Centrumnak van egy nagy sikerű centrumnapja mindig ősszel, ahol egy helyre összehívja az összes iskoláját, az összes bemutatandó szakmájával, amit a gyerekek végig tudnak járni, nagyon sok dolgot ki tudnak próbálni, és meg tudják nézni, nekik tetszik-e. Az is egy nagyon jó fórum erre, és bárki, aki fölhív minket, vagy bejön hozzánk kérdezni, mindig készség állunk rendelkezésre, és részesen elmondjuk, hogy miben tudunk nekik segíteni, mi az, amit mi nyújtani tudunk. Tehát ugye a Dunaferi iskola nagymúltú intézmény, nagymúltú oktatási intézmény, nagyon sok diákhagyomány is van. Ezekből mi az, ami megmarad, amit továbbra is képvisel az iskolában?
A Dunaferi iskola a város egyik legrégebbi intézménye és iskolája. Van olyan gyerekünk, aki harmadik generáció, aki nálunk tanult, tehát itt tanult apukája, nagypapája, és most a gyermek ugyanígy itt tanul. Erre borzasztó büszkék vagyunk, és tudni kell, hogy az iskolának ez alatt a 60 év alatt rengeteg hagyománya, szokása alakult ki, amiket nekünk kötelességünk őrizni és ápolni, és ezeket továbbvinni. Hozzá kell tenni, ezek jó dolgok, tehát ezek kiforrott jó dolgok, a gyerekek szeretik őket, nekünk pedig feladatunk az, hogy ezeket megőrizzük, adott esetben a kor szelleméhez igazítsuk, de mindenféleképpen a gyerekeknek a rendelkezésére bocsássuk, hogy élhessenek vele, és segítsen nekik abban, hogy, amit már korábban is mondtam, jól érezzék magukat itt nálunk. Komoly hagyományaink vannak, ápoljuk őket, szeretjük őket, és igyekszünk őket bővíteni, és a jó dolgokat szintén hagyományossá és rendszeressé tenni az iskolában. Mint az barát Artúr elmondta, az iskola vezetésének nyáron sem áll meg a munka, rengeteg tennivaló van még ilyenkor a szeptemberi tanévkezdéshez. Folyamatos a beiratkozás is az iskola valamelyik képzésére, így becsléseik szerint 700-800 diákkal kezdik majd meg a következő tanévet.